Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én úgy spontánul kivetettem a kártyákat, mert kíváncsi voltam arra, hogy mi az üzenet, mi fontos jelenleg, amit tudnunk kellene, és elmondom, hogy mit mutatnak a kártyák. És ha gondolod, akkor leírhatod a kommentárba, hogy tetszett-e ez a kivetés. A fő téma itt van középen. Itt az érmék. Jelentik vagy az anyagiakat, vagy a munkát, vagy az értékeket, a belső értékeket, az elismeréseket is. Itt ez a 8-as szám jelent egy húzavonát. Amikor nem tudod, hogy mit kellene változtatni a munkahelyeden, hol legyen befektetés, hova ad ki a pénzt. Sőt, én úgy látom, mintha ez a férfi itt felül egy bíró lenne. Ez lehet egy bírósági ügy is, és fogalmat sincs, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Valahogy érzed, hogy jól alakulnak a dolgok, de nem bízol a bíróban, vagy a másik szemében. Itt láthatóak a kelyhek. Ez kihat a te érzelmeidre, vagy mások érzelmeire, és itt a 9-es szám a kelyheknél olyan, mint egy kerítés. Amikor úgy érzed, eddig elérkeztél, de nem tudod hogyan tovább, azt is jelentheti ez a kerítés, hogy kimerült vagy. Ahogy látható a képen, ez a hölgy 4 formában jelenik meg. Ez jelentett kapcsolatokat másokkal, vagy lehet a te tartásod is, hogy az egyik helyzetben így kell viselkedned, a másik helyzetben úgy, a harmadikban megint másképp, ugyanúgy, mint a negyedik helyzetben. Ezek lehetnek szituációk is, vagy lehetnek személyek a környezetedben, az egyikkel így kell beszélni, a másikkal úgy kell viselkedni, és állandóan van ez a változás, ami kimerít téged, hiszen ehhez nincs már kedved. Mert nem akarod azt, hogy mindig mások kedvébe tegyél, mert valahogy te úgy a háttérben maradsz. Ez a kép utal a társadra. A 4-es szám és a kelyhek jelentik az érzelmeket, a biztonság érzetét, azt is, hogy ő veled szeretne kialakítani valamit. Viszont mit látunk a képen? Itt vannak kapcsolatok. Én úgy érzem, ezek kereskedelmi kapcsolatok, tehát összefügg a munkájával. Valahogy a párkapcsolat, az érzelmek ugye a háttérbe szorul. Holott ti összetartoztok, mint király és királynő. Egy pár vagytok. És ez biztos. Csak jelenleg még más irányba tekintetek. Holott mindketten a tűz elemét képviselitek, te, mint királynő, és ő, mint király, és mit jelent a tűz eleme az életetekben? Az jelenti a bátorságot, az életerőt, a mozgást, a lelkesedést, és a párkapcsolatban jelenti a szenvedélyeket. Az, hogy még vannak korlátozások, igazságtalanságok, sok a munka, nehéz a döntés, megváltozik valami. És itt vannak kármikus témák, hiszen itt látható a sárkány. És a sárkány az jelenti a kármikus témákat, ugyanúgy, mint az asztrológiában. A lefele mozgó kármikus csomó és a felfele mozgó kármikus csomó. A lefele mozgó kármikus csomó jelenti a múltat és az érzelmeket, a felfele mozgó kármikus csomó jelenti a jövőt. És ott inkább anyagi dolgokról van szó. És itt kell a középút. Nem a múlt, nem a jövő, hanem a jelen.
mindig ott vagyunk, ahol a lábunk áll. Tehát élni kell a jelent, élvezni az életet. És erre megvan a lehetőség, hiszen itt ez a kehely jelenti a te érzelmeidet és az ő érzelmeit, és a képen látható egy találkozás, egy vacsora, lehet, hogy meghív téged vacsorázni, de kimutatja az érzelmeit is, és itt megvan a beszélgetés, a bizalom, a közeledés. Itt a gólya jelenti a változásokat, megváltozik a helyzet. Itt a gyermek jelenti az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Persze jelentheti a gyermekeket is. Itt a fa, a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Itt van gyógyító erő is, hiszen rendeződnek a dolgok. És ez a gyűrű a kapcsolat kettőtök között. Ami a munkát, hivatást, vagy a kereskedelmi kapcsolatokat érinti, akkor a gyűrű jelenthet szerződéseket is. Tehát valaki itt fölötted áll, parancsolgat neked, előírja azt, hogy mit, hogyan tegyél. Itt van egy kihívás, ez lehet a munkahely. És nem tudod eldönteni azt, hogy maradj-e a munkahelyen, vagy jobb lenne eltávolodni. Ez a kép lehet egy bírósági ügy is, de itt még nem tisztázódott semmi. Nem tudod, hogy mi a kimenetel. Itt különböző formában jelensz meg, és ez tükrözi az életedet jelen pillanatban, az egyik helyzetben így kell viselkedni, a másikban úgy kell viselkedni, de te mindig másokra gondolsz, és közben elfelejted saját magadat, hogy te mit szeretnél, hol érzed jól magad. És ezek itt a korlátozások. Itt látható az érzelem, a párkapcsolat, jó szándékokkal tulajdonképpen, de itt mégis vannak más témák és ilyen kereskedelmi kapcsolatok. Az a fontos, hogy ne más fele tekintsetek, te balra, ő meg jobbra, hanem a gólya utal arra, változtassatok valamit a helyzeten, figyeljetek oda egymásra, hogy legyen itt egy új kezdet. Bízd meg benne, a gyermek jelenti az ártatlanságot is. És akkor meg lesz itt a gyógyító erő, rendeződnek a dolgok, lesz egy stabil párkapcsolat, ahol mindketten úgy érzitek, igen, itt le tudtok gyökerezni. Megváltozik a helyzet, itt tanultok valamit, vannak kármikus témák, hogy a jelent éljétek, lesz hamarosan egy találkozás, megvan a kapcsolat. És ez volt ez a hirtelen jóslás, egy hirtelen ötlet. Azért írjátok le a kommentárba, hogy tetszett-e. Azon kívül lájkeljétek, vagy jelentkezzetek a csatornámra, vagy látogassatok meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról, és naponta olvashatjátok azt, hogy milyen energia van, és mire kellene odafigyelni. Amire még felhívnám a figyelmeteket, február 14-én Valentin nap van, és itt lesz egy kedvezmény, egy szerelmi jóslás, egy Valentin napi szerelmi jóslás, vagy asztrológiával, a védikus asztrológia szerint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ennek a díja 6000 forint. Kérhetitek a szerelmi jóslást, a Valentin napi szerelmi jóslást gyertya mágiával, amikor átküldöm a gyertya üzenetét, hogy javuljon a helyzet. Ebben a pillanatban megjelenik egy kép előtted, gyakran nálam is, amiről szintén beszámolok, hogy milyen képet láttam ebben a pillanatban,
vagy eszetekbe jut egy fogalom ebben a pillanatban, amikor az energiát átküldöm, és ennek a képnek vagy fogalomnak van egy jelentősége. A harmadik lehetőség az, hogy kérjétek a Valentin napi szerelmi jóslást egy égi üzenettel együtt, amit nem befolyásolok, én kapom ezt az üzenetet és közvetítem nektek. Ennek is a díja 6000 forint, vagy ha gyertyamágiával kéritek, annak is 6000 forint a díja. Ez most a Valentin napi kedvezmény, vagy asztrológiával, vagy gyertyamágiával, vagy egy égi üzenettel. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!